is elsőként szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a mai délutánra, vagy azért, hogy felidézze azokat az emlékeket, amit megélt itt a tánc kapcsán a vendégünkkel, vagy azért, hogy megtudjon valami újat arról, amiről ma délután beszélgetni fogunk. De elsősorban szeretném köszönteni Fügeckini Balogh Máriát, Marit, akivel én már nagyon sokat beszélgettem így együtt ülve, de ilyen körülmények között még soha, és ezt nézzétek el, hogy kicsit izgulunk, de hát itt most, ugye én mindig nagyon büszke voltam Marira, de most meg ahogy a meghívóban is ott volt, hogy a műfaj meghatározó személyiségeivel beszélgetés sorozat zajlik, és hogy tulajdonképpen ez igaz is táncban. De hogy jövünk itt a képben, Mari részéről ez természetes, erre büszkék vagyunk, de én végül is csak annyi közön van a tánchoz, hogy mindig szerettem volna nagyon jól tudni táncolni, és hogy van egy táncos barátnőm. Tehát ha Mari kijavít, vagy helyre tesz engem táncügybe, akkor az teljesen helyén való dolog lesz itt a továbbiakban. És akkor azt szeretném, hogy először egy kis áttekintéssel kezdjünk. És ez nem is annyira szakmai lesz az első film, amit megkérlek, hogy kapcsolj be. De előtte szeretnék annyit mondani, hogy Marinak egy születésnapjára szabad itt ilyen éveket nyugodtan. Mondjuk. 65. születésnapjára. Öt évvel ezelőtt. Négy évvel ezelőtt a 65. születésnapjára a Baráti Társaság készítette egy összeállítást, egy ilyen kis áttekintést, amit hogyha Mari kommentál, akkor azért tartottam fontosnak, hogy megnézzétek itt, mert egyrészt mi szeretjük, nekünk nagyon tetszik ez az egész, másrészt kiderül belőle egy csomó minden, mert amikor egy pályáról, egy életútról beszélünk, akkor nagyon fontos a környezet, fontos a indítatás, fontos a motiváció, fontos a család, és fontosak szerintem a barátok, a gyerekek, az unokák, mindenki, és ebben a kis összeállításban ez mind benne van. Úgyhogy kérjük az első bejátszást. És akkor én fogom kommentálni, igen, hogy kik látszódnak ott. Apukám, anyukám, a bátyám, Sándor, és én a születésem pillanatában. Farkas nagymama, és a két gyermek, itt a mama Sándor meg Mariska, édesapával a kis családunk. Szép a mama, nagyon szép. Sándor, amint éppen dajkál engem, igen, Marison. Ez is én vagyok. Már itt nem szégyeltem magam. De ez is én vagyok. És ez is... Igen. És X-lábbal. Igen. Két Mari, ez a mama, és az első táncos állásom, borzalmas. No, itt már azért fel is mentem egy kis lábújhegyre. Igen, ez már a Széchenyi 26 alatt oda költöztünk, és ez az. Ez egy 18 éves képen, és ez már egy táncos kép, éppen cigánytáncot lejtek. Én néptáncos voltam Hajdanán, ez az érettségi ballagásunk, ez is Marosi Elemér volt a nagy partner, és Fügecki Robi volt a
legnagyobb partner életemben, és a házasság kötésünk. Ez a kis család. Mama és apósom, Fügecki nagyapa, Fügecki nagymama. Hát ugye a nagy csók. Ez Minkó Erzsikének az unokája és a férje. Édesapával éppen, amint egy bemutatón táncolunk, ez május 1-én, ez meg Varga Gyuri, hogyha ráismertek, ez Norbert fia. Balázs Józsi bácsi, első igazgatóm, fiam és a menye, és az unokák, Iker unokák, egy fiú, egy lány. A boldog nagymama. Nagymama, nagyapa és az unokák. És Nucz Panni barátnőm. Az egy másik igazgató. Szilveszter és Benedek Piroska barátnőm. Piro és Robika. Megmondta három barátnő. És ez egy szomorú esemény, amint Robinak a temetésén. Kávézik Mariska. Cigarettázik. És még nincs a cigaretta, de nincs olyan képen, hogy a cigaretta előbe jöjjön. Itt is. Sárs középüli, Borkuti Mari. Három Piro, Mari, Panni. Barátok. Éppen Lilafüredre megyünk. Igen, a cigi és a kávé. Piro a szabadba kis előadást ad. A cigi. Ott szerintem így. És itt a nagy barát és a társaság. És itt vagyok, amit éppen az egyik felem a Liza Minnelli. Ebből a képből Fésűs Lacika csinált egy ilyen képet. Hát ez vagyunk. Köszönöm szépen. Lacié az érdem, mert ő készítette. Hát akkor ezt most így áttekintettük a kezdetektől, és akkor most kérdezem, hogy és akkor most hogy érzed magad, hogy vagy, mit csinálsz, Maria? Hát köszönöm szépen, jól vagyok. Én ez idáig mindig úgy éreztem, hogy jól vagyok. Tehát a 70 évem azért az úgy történt, hogy hál' Istennek lehet, hogy én vagyok az a ritka kivétel, hogy mindig azt csinálhattam az életembe, amit nagyon szerettem csinálni. És csináltam először a népművelői pályát. Ez csak azért volt, mert annak idején ugye
ez is az egyik tiltott szakma volt, a táncmesterség, és nem lehetett vele elhelyezkedni. És akkor én néptáncosként kezdtem a táncolásomat, tehát tulajdonképpen az nekem egy nagyon jó iskola volt, és miután ti, gondolom, mindnyájan tudjátok, hogy az én édesapám Balogh Sándor tánctanár volt, aki hosszú-hosszú évtizedeken keresztül Miskolc városban tanított, de ő is rákényszerült arra, hogy a társastáncból nem lehet megélni, akkor néptánc tanítással kell foglalkozni, különösen az 50-es években ő átképeztette magát, és akkor így, amikor én már arra korosztályra nőttem, hogy na most már a kislányomnak is kellene táncolni, akkor ugye nagy néptánc mozgalom volt, és én a Avas együttesnek az elődjében, tehát a Szott együttesben, amit akkor édesapa vezetett, én ott kezdtem 5. koromban a táncos pályafutásomat, és végestelem végig, addig, amíg férhöz nem mentem, addig én aktívan táncoltam, először itt az Avas együttesben, és utána pedig az egyetemen alakult meg a néptánc együttes, de az már paralel versenytánc együttese, és akkor én oda átmentem édesapával, és tulajdonképpen én ott kóstolgattam magát a társastáncot. Tulajdonképpen aztán jött az, hogy valahol el kellene helyezkednem, mert a zárójelbe teszem, pontosan ezért, hogy ez egy ilyen tiltott kulturális ágazat volt, ezért nem is volt képzés társastáncból. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a képzés az 54-be végeztek a bodrogi, a lelláék, ugye, és én pedig 64-be kezdtem, tehát egy 10 év teljes egészében a képzésből kimaradt Magyarországon, és akkor 64-ben volt ez a lehetőség, de én akkor már népművelő voltam kint az Adi Művelődési Házban, és akkor így paralel a Debrecenbe jártam a népművelés szakra, könyvtár szakra, és párhuzamosan végeztem a Pesten a Balettintézetben. De ezzel a diplomával egyelőre nem tudtunk dolgozni, viszont édesapám ugye sarkalt, ahogy leérettségiztem, hogy menjen lányom, szerezzél egy néptáncoktatóit, akkor indult be a gyermekjáték, gyermektáncoktatói, azt is elvégeztem. Tehát tulajdonképpen minden olyan szakmának csinja vinnyát igyekeztem megtanulni és elvégezni, ami azért oda vezetett, hogy a társastánc volt az, amit végül is én nagy sokára kiválasztottam. Azért mondom, hogy nagy sokára, mert én 32 évig lelkes népművelője voltam ennek a városnak, és akkor, amikor itt is olyan érdekes, hogy amikor letelt egy ilyen 11-nehány év a népművelésben, akkor jött az a gondolat, hogy most jó volna már a tánccal is foglalkozni. Vesző. És igen. Igen, mert arról volt szó, hogy ezért nem mondta szemmond, hogy mindent egy szuszra, ezt így megbeszéltük az elején. Jó? Mert hogy igen, de hát van a tánc. Azért vagyunk itt, a tánc a legfontosabb, de én pontosan ezt akartam kidomborítani, hogy te népművelő voltál a városban, az Adiban, a Városi Művelődési Központban, az Ifjúsági Házban, annak több szakaszában, tehát hogy ez nagyon fontos volt, és népművelő, de a népművelői pályád során is mindig megtaláltad azokat a pontokat, hogy a táncot belevidd az egészbe, és akkor
mert tulajdonképpen azt szeretném, hogy egyrészt a népművelői pályádnak a táncos elemeit emeljük ki, hogy mik voltak azok a fontos állomások, amik a táncban voltak, és utána beszélünk majd a pedagógusi létedről, a táncpedagógusi létedről. És akkor most visszatérve a népművelői pályához, hogy mi volt ez az első olyan momentum, amikor visszatértél a tánchoz? Vagy népművelőként kezdtél el a tánccal foglalkozni? Igen. Tehát akkor jött az, hogy kellene a városnak valami olyan rendezvényt, ami táncos rendezvény, és ez volt ugye az első formációs tánc bemutató táncfesztivál. Ez még úgy történt, hogy Miskolcvárosban nem volt ilyen csoport, de azért megpróbáltuk, és megszerveztük, és jött a közönség, és nagyon tetszett a közönségnek. Ment egy évet, két évet, harmadik évben rájöttem arra, hogy tulajdonképpen nagyon aranyos ez a közönség, mert olyan teltházakkal mentek ezek a bemutatók, ezek a fesztivál jellegű dolgok, hogy de valahol hiány érzete volt a közönségnek, mert Szombathely elhozta magával a maga társaságát, Szeghalom elhozta a maga, és ugye a sportcsarnokban állandóan hallottuk, hogy hajrá Szavária, hajrá, hajrá, ugye, és akkor jött ez az ötlet, hogy kell Miskolcnak is egy csapatot összekovácsolni, és megint csak az volt, hogy kicsit önző voltam, hogy ki legyen ennek a csoportnak a vezetője. Hát én majd felvállalom. És akkor így született meg a Ködmön Formációs Táncegyüttes, amit 15 évet sikerült úgy először aktívan vezetni, aztán csak irányítani őket, de volt a városnak is, volt a közönségnek egy saját csapata, és drukkolhatott, és hál' Istennek még a mai napig is szurkolhatunk nekik. Mert él az együttes, és ezt, igen. És igen. És akkor ehhez készítettünk egy meglepetést, ehhez a Ködmön témához. Ez lehet, hogy neked is meglepetés lesz, még ne egy kicsit, mert ugye mindannyian tudjuk, hogy a Ködmön az ma is él, nagyon jók, nagyon szépen táncolnak, nagyon klassz díjakat nyernek, de ez a mi kis illusztrációnk nem erről szól, hogy most milyen a Ködmön, hanem a régebbi időszakról szól, mert, és akkor most már sokkal jobb a technika, sokkal jobb a hang a sportcsarnokban, sokkal jobbak a videók, sokkal szebbek a ruhák, de nézzétek majd ezeknek a dolgoknak a más értékeit, hogy akkor milyenek voltak. Én azt hittem, hogy lesznek itt néhányan, akik majd azt mondják, hogy jaj, ott vagyok, én is ott vagyok, de most végül is azt hiszem, csak Ági mondhat ilyet. A Ködmön. Beszélgető partnerünk, Fögecki Róberté, hogy ismerted nevén a csapat előtt Marika Némi, a Kultúrás Művészeti Egység vezetője és a Ködmön művészeti vezetője is. Mindenek előtt arra kérem, mondja el, mit jelent maga a név, hogy Ködmön? Nagyon sokan arra gondolnak, hogy a Ködmön ez a népviselet, hogy kis Lajdit jelenti. Nem, Miskolcon nem ezt jelenti. A Ködmön szó csupán ennyi, hogy középiskolás diákok öntevékeny művészeti köre. És itt, hogyha az első betűket, vagy néha besegítve a második betűket összeolvasjuk, ez adja ezt a szót, hogy Ködmön. Mi azért így neveztük magunkat, mert hisz ezek a gyerekek mind a középiskolában járnak, vagy jártak valamikor is, és tulajdonképpen a toborzásunk a középiskolás diákok, illetve a középfokú intézmények között történik évről évre. 8 évvel ezelőtt alakult az együttesünk, akkor még néptánc csoport, társastánc együttes, énekkar, irodalmi színpad, bábcsoportból állt,
a nagy együttes. Azóta már ezek a csoportok részben elhaltak, részben lemorzsolódtak a tagjai. Egy irodalmi színpadról beszélhetünk most, és erről a formációs együttesről. De és bocs, ha unalmas, szándékosan mindig a régi táncrend van, tehát táncoltak mást is, de ez szándékosan választottuk így. Vagy 84-es? 84-es. Igen, ez nagy kérdés, mert már nem emlékszünk valamikor, mert akkor így. Az az igazság, hogy a DVD-re 83 volt írva, de mi úgy gondoljuk, hogy ez 84-es. Aha. Ez meg? Ez a 30 éves ködmön. Ez is a 30. De ezek ugyanazok a gyerekek, akik ott a próbán voltak. Aha, ebben az az érdekes. Ezek már anyukák. És ott oldalsban. És ennek közeli felvételek, ezt nem csináltam. Nem tudjuk csak azonosítani az arcunkat, de ismerjük, hogy ők voltak. Ez a produkció magáért beszél, nagyon jó volt is ott a színpadon érezni ennek hangulatát. Ünneplik Marika nénit, és hát itt Ködmön kapcsán, a film kapcsán én két dolgot szeretnék, hogyha az egyik az, hogy a konferanc szándékosan volt ott a végére bevágva. Az egyik a táncos barátságok, a táncos kapcsolatok, tehát ezt szeretném, hogyha erről mondanál nekünk valamit, és utána majd, csak mert nagyon hosszú vagy, és akkor mindig közben kell vágjak, Mari, hogy a régi táncrendről. Mert amit mondtam közben, hogy nem véletlen, hogy mindig ugyanazt a zenét használjuk, tehát ez egy nagyon fontos koreográfiája Marinak, ez a régi táncrend. Igen. Tehát aki konferanc volt, az a Sziliné Csáki Emília, akivel mi együtt jártunk a főiskolára. Ő egy nagyon befutott táncpedagógus országos szinten, de sikerült úgy megnyerni, hogy a formációs táncfesztiválon, magyar bajnokságokon nagyon hosszú-hosszú évekig ő volt a konferanszé. Megbízható volt számunkra, akik ugye a rendezők voltunk, hogy egy szakmailag egy kifogástalan ember kezében van maga a rendezvény, tehát bármikor tudta, hogy hol van a baki, és már is javított. Tehát így van a Városnak pluszban vele még kapcsolata, és a koreográfiáról, igen. Tehát az ember nagyon, akkor, amikor már azért úgy érzi a dolgokat, és érzi azt, hogy egy kicsit belenassoltam a szakmában, akkor ez a következő lépés, hogy megpróbálom a koreográfiát adott zenére, stb. Megcsinálni. És így voltam, én nagyon sok koreográfiát csináltam. Kicsit úgy érzem, hogy ezt is az apukámtól örököltem, mert ahogy így látom a nagyvilágban, hogy más is próbálkozik, és van olyan, akinek abszolút egy száma nem sikerül, mert nincs vénája hozzá. Tehát én nekem azért ez úgy könnyebben ment,
És többek között az is jó volt, hogy nekünk volt a főiskolán egy nagyon-nagyon aranyos, apával egyidős tanárunk, a Gyenes Rudi bácsi, és tulajdonképpen ő ezeket a századfordulós táncokat tanította nekünk. Apukának volt egy összevágott zenéje, ez a, majdnem ez a zene, tehát, és így az emberbe felötlött az, hogy ki kellene próbálni erre a zenére a tanult dolgaimat kicsit összerázni, összekovácsolni, és tulajdonképpen így született meg a Ködmön együttes részére ez a régi táncrend, ami szerintem ma is helytálló, mert a mai fiatal azt mondja, hogy jaj, de idegen ez a tánc, hova tegyem, de mégis olyan aranyos. Tehát itt tulajdonképpen 6 tánc van összefogva a század elejé táncokból, és ez viszont a ma táncoló fiatal, aki egész magas osztályban táncol, nagyon szereti táncolni. Tehát van hangulata az egésznek. Így ez, született igen, ez a és ez, tánc. Ez egy ilyen városi táncnak is nevezhető. Igen. Most már itt még annyit, hogy itt Ildikó is bólogat, mert itt attól kezdve, igen, hogy táncolták a gyerekek, igen, a fazekasban, igen, táncolta a Ködmön, táncolta mindenki, tehát ez, igen, ez fogalommá is vált. A Ködmön a mai napig is műsorán tartja ezt a régi táncrendet. És valóban a fazekasban is egy jubileumi évfordulón a színházba előadták a gyerekek, és tényleg, ahol lehet, ott én magam is tanítom, de a régi tanítványaim, akik ködmönösök voltak, ők is felhasználják és tanítják. És akkor térjünk vissza oda, amit mondtál, hogy volt a formációs tánc bemutató, igen, és fontos volt, hogy legyen egy együttese a városnak is, hogy a közönségnek a sportcsarnokban legyen kinek tapsolni, legyen kinek örülni, és akkor volt a Ködmön, és folytatódtak a formációs tánc bemutatók. Igen, aminek te voltál a főrendezője addig, amíg, igen, ott voltál az ifjúság. Igen. Tehát a népművelő korszakodban végig, ez volt a fő attrakció. Igen, igen. Tulajdonképpen így van. Tehát az egyik táncos vonalam az ez volt, hogy nagy rendezvény, hozzá a megfelelő kis csapatom. Nagyon élveztem, tehát én is nagyon-nagyon szerettem ezt az időszakot. De ugyanakkor milyen érdekes, hogy amikor már olyan 4-5 évet ment az együttes, akkor rögtön beugrott az, hogy ja Istenem, hát hogy lesz nekünk utánpótlás, meg az ember már akkor tudta azt, hogy jó, bejön az a 10 éves gyerek az utcáról, nagyon sokat kell vele dolgozni, nagyon hamar produkálni kell a dolgokat, és akkor jött ez az ötlet, hogy ó, hát itt utánpótlást kell csinálni. És akkor már én az ifjúsági házban voltam, és akkor kitaláltam a mozgásművészeti egység felmenő rendszerét. Ami úgy nézett ki, hogy az anyuka, amikor terhes, akkor jöjjön baba, illetve terhes tornára, aztán jöjjön baba-mama tornára, aztán jöjjön az óvodás be, aztán a alsó tagozatos, stb. És így ezt ragyogóan meg lehetett csinálni az ifjúsági házban, és ott volt, ugye adott volt az, hogy megjött a Ködmönnek az utánpótló csapata is, mert már alsó tagozatos korba foglalkoztunk a gyerekkel, aztán jött az, hogy kimondottan az utánpótló csoport, az már a 7.-8. osztályos gyerek, és akkor kerültek föl ezek a gyerekek az együttesbe. Hát így született meg ez a Magyarország viszonylatban is elsőként, hogy felmenő rendszer társas táncban.
Igen, és ez a riport, amit a Ködmönnel kapcsolatban vártunk be, de ott az azzal kezdődik, az azt hiszem nem volt benne, hogy az ifjúsági háznak a 15-ös termében, mert az olyan nagy dolog Ike. Volt akkor, az még mindig 15-ös szerintem, hogy ott akkor, és tulajdonképpen most az eszembe jutott, hogy hát én is ott voltam, tehát akkor mi kollégák voltunk ott, Ike. És hogy akkor ezt a mozgásművészeti egységet, amikor indítottátok, és akkor a környezetet, a feltételeket megteremteni hozzá, az akkor nagyon nagy dolog volt. Igen, mert az két helység volt tulajdonképpen, igen. És az egy helységben nem fértünk el, és akkor kivágattuk igen. a falat, és itt tényleg a ködmönös gyerekek attól kezdve, hogy takarítástól kezdve, tehát annyira magukénak érezték, hogy ez most a mi termünk lesz, hogy mindent megtettek érte. És hát igen, igen, tele volt az a terem. Délután 3-tól aztán ment a műsor, és azóta aztán van több terme, már az ifjúsági sok háznak, csoportja, és még ez is mindig háznak. Működik. Igen, 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 igen. És akkor a formáció, ami szintén mindig, még mindig működik, most december 17-én lesz a 36-dik, de ebből is egy régit. Egy kis hangulatkeltés igen. miatt. Ez nagyon vegyes, és nem is igazán tudtuk beazonosítani a csoportokat. Ha te fölismered őket, akkor mondhatod, Mari, csak hogy mindenből legyen egy kicsi, meg a vége hangulat. Tizenegyedik, Istenem ez! Hányba lehetett? 84, ez... Júj, ez a ködmön, amint a... Rövid kis bejátszások, igen. csak hogy ne legyen unalmas. Ez a botafogó, nem? Nem, ez szavária. Igen? Igen, itt van Jutka. Ez 83 vagy 84? Várjál, 70. Ez 84 vagy 85. 3, de 74. Nem, 84. 84, igen, mert azért nem lehet jól kiszámolni, tehát mi se tudjuk, mert voltak évek, amikor kimaradtak, aztán volt olyan, amikor évelején volt, évvégén volt, tehát nem lehet tudni. Ez is olyan szaváriás. Na véletlenül, mint szavária. Végtelen érdekes a öltözéken látni a fejlődést. Mozgáson is. Ugye, hogy 83, ezek a dánok. Igen. Első kis csapatunk Dániából volt, de tündériek voltak, gyerekek voltak, ilyen egyéni bemutatókat csináltak, és ugye akkor azt mondtuk, hogy hogy lehet ilyen korban így táncolni? Hát most látjuk, hogy lehet. Igen, ez egy na, ilyen finálé az résztvevő csoportoknak a felvonulása. Hát aztán itt be volt már dobva a füst, minden. Lézer. Lézer. Ez már az a korszak volt, igen. Igen.
háló a plafonon. Igen. És jött a luftballon le, és minden. De ez csak a kendőről. Volt egy időszak, amikor minden táncos gyerek kapott tőlünk valamit, vagy kis agyagfigurát, vagy kendőt, amit ő akkor föl tudott használni. Tehát ebben az esetben integetett, az agyagfigurán síp volt, akkor azt fújta, tehát akkora hangulata volt ezeknek a fináléknak. És akkor ehhez kapcsolódóan szeretném még kérdezni, illetve nem is kérdezni, hanem hogy arról mondj még valamit, mert ugye akkor még a formációs tánc fesztiválok, vagy akkor nem is fesztivál volt, még csak tánc bemutató, azok háromnaposak voltak. Igen. Tehát ez azért van, ez még az az aha. időszak, amikor én is ott voltam, és akkor tudom, hogy pénteken is előadás volt, szombaton két előadás volt, vasárnap igen. szakmai rendezvény volt, igen. ma már másféleképpen hívják ezeket, de akkor ezek a csoportok több napig itt Miskolcon nagyon jól érezték magukat, és nagyon jó kapcsolatok alakultak ki. Igen. Tulajdonképpen nekem a néptáncos múltam hozta ezt, hogy a táncos ne csak elmenjen fellépni, hanem ahol ő föllép, azt a környezetet ismerjen meg, barátkozzon össze, stb. Stb. És ezért volt ez az ötletem, hogy már pénteken érkezzenek meg az együttesek Miskolcra egy fő próbaszerű előadás, de ami pénzes előadás, azt ejtsünk meg. Tehát először voltak a srácok a parketten, de azért nagy közönség előtt, és akkor utána pedig mindig különböző rendezvényeket csak az ő számukra. Ez általában ugye annak idején Miskolcon december 4-e volt a Miskolc város felszabadulása, és ez a rendezvény ide volt csoportosítva, de ugyanakkor a Mikulás is jött. És Tündéri a kolléganőim tündéri kis előadásokat, kis hókamókákat találtak ki, hogy a gyerekeket, táncos gyerekeket, tehát a 14 évtől a 28 évig valamivel szórakoztassák őket, és utána aztán gyerünk bele, ismerkedjünk, buli, diszkó, ez az, amaz. Úgyhogy ez a táncosnak volt nagyon kellemes és nagyon jó. Másnap volt délelőtt, délután este, tehát kivettük a zsírjukat a táncosoknak, előadás a sportcsarnokban, és harmadik nap, ugye miután ez egy friss ágazata volt a táncosságnak, hogy formációs tánc, úgy gondoltuk, hogy az itt lévő pedagógusok, táncpedagógusok valamit szakmailag is kapjanak, részben azt, hogy finoman bírálják meg a előadott műveket, részben az, hogy mi legyen az irány a következő évekbe vagy évre, és ez is nagyon jól sikerült. Ez volt a pedagógusoknak a vasárnap délelőtti szeánsza, ugye akkor még a dr. Kaposi Edith-ke élt, aki ugyan néprajz tudós volt, de egy kicsit ő is belenassolt ebbe a szakmában, és aztán ugye az ő irányítása alatt voltak ezek a pedagógusoknak a továbbképzése, vagy képzése. Egy kicsit adtunk nekik, hogy hogyan tovább. Elnézést kérek, de csak ez jutott eszembe, hogy tegnap hallottam a szomorú hírt, hogy Kán Zsuzsa meghalt. Igen. Úgyhogy, igen. Igen, igen. Ő egy tánctörténész volt, a Editkének volt nagyon jó barátja, és itt Miskolcon is ugye a Ködmönt azért sokat pátyolgatta, vitte pesti fellépésekre.
Hát ez a szomorú hír. Bam. Ez most egy ilyen öregasszonyos dolog volt, hogy el ne felejtse Mibolyának elmondani a Kán Zsuzsa dolgot. A formációsra még annyi van visszatérve, hogy ezek a csoportok, mert ugye ránézel, és akkor ott van a Riményi Jutka, vagy hogy, ja, hogy ez Szavária, ez Botafogó, ez Szekhalmi, stb. Tehát, hogy voltak az állandó csoportok, akik mindig itt voltak a formáción, és mindig meg akarták mutatni az új koreográfiájukat, produkcióikat, de barátságok is születtek, és szerintem, hogy erősítették is egymást, mert tudom, igen, hogy ti jártatok Szombathelyre zsűrizni, igen, meg a társas tánc bemutatókra, ők jöttek ide, tehát végül is Miskolc meg Szombathely volt a két ilyen táncos jellegű verseny szempontjából fontos vidéki város, hogy tehát ezek a kapcsolatok, a szakmai kapcsolatok hogyan alakultak? Igen, hát ennélkül nem lett volna azért a formáció olyan. Ha én például a Rimányi néval, aki majdnem édesapával, tehát az apu társaságában dolgozott, fiatalabb volt édesapától jóval, de tőlünk idősebb, viszont tapasztalt. Ők annak idején ugye Szombathelyen már tudták fogni a külföldi a tévéadásokat, és ez volt a titka a Szaváriának, hogy ők azért lettek Szavárják, mert ott volt a szájukban a kép, a hang, a zene, a kosztüm, a stb. Stb. És ott volt ez az ügyes táncpedagógus, a Rimányiné Kisanikó, aki meg is tudta tanítani azt, amit a tévén keresztül ő úgy lecsipkedett. Tehát így született a Szavária, és Anikó egy bűbájos asszonyság, egy kedves kolléganő, aki rögtön, amikor én kértem, hogy gyere, ilyet akarok csinálni, segítsél már, mondjál már nekem, különösen amikor már kinőttük a hazai csapatokat és külföldre, van ismerős, és így az Anikó révén, vagy akár a Pecárszki Kati néni, a Szentesi apuka kolléganője, ő a régi táncoknál segített nekem szakmailag, vagy akár Micike. Tehát tulajdonképpen nagyon jó kapcsolat alakult ki, és még azért is közvetlenebb volt az én kapcsolatom ezekkel a csoportokkal, mert annak idején annyi csapat volt, hogy három részre kellett az országot felosztani, hogy most a Dunántúlon, most Budapesten, most a Tiszántúlon jöjjenek össze ezek a formációs csoportok, és ott legyen egy selejtező, és csak a legjobbak jöjjenek ide Miskolcra. Hoppá! Tehát ennyi csoport volt, igaz, hogy színvonalában nem volt olyan hű, de nagyon jó, de rengeteg táncos volt akkor, annak idején. Igen. És akkor ott is az ember, ahogy zsűrizett, pontozott, megismerkedett a kollégával, vagy azzal a rendező kollégával aztán, aki éppen rendezte, szervezte azt a selejtezőt, azzal egész jó barátságok szövődtek, és hát aztán így. Az egész ország. Igen. Ez egy műfaj, ugye? Ez volt a társas tánc. És akkor volt már egy művészeti csoportalapítás, és akkor most jön a következő, mert utána van még egy műfaj, amit itt bevezettetek Miskolcon, vagy hát elindítottál, meg még egy művészeti csoport, amit elindítottatok a siker útján. Úgyhogy most előbb megnézzük a filmet, és közben végig gondolod, hogy ezzel kapcsolatban mit szeretnél, Mari, elmondani nekünk. Itt egy kicsit a sok külföldi szereplésre is, a vége majd arról szól, tehát, hogy kellene kitérnünk. Aha. Hát ezek a mazsolettek.
ezek a lányok is mind anyukák már. Ebben csomó fazekasos te. A 22 órakor az új kivilágított. Azért nem voltál a zsolettes. És természetesen kiátszana más, mint a tiszafüredi ifjúsági fúvózenekar, és előttük véletlenül Robika. 1997 nyara első. Igen. Először egy olyan régi időből származó Kobold volt a polgármester. Montai. Igen. Ez egy mazsolett találkozó volt. Ma ezt is fesztiválnak hívnak. Fesztivál, igen. Nagyon sokan voltak, és nagyon sok csapat is volt. Ne, ha három volt. Igen. Igen. Ez meg már Spanyolországban van. Aha. És ez azért, a Miskolci lányok. Hát igen, hogy színpadon is. Meg ez egy ilyen nagy sikerszéria volt, azt mondtad mindig, hogy ez igen. Volt a fénykora a mazsoretteknek. Igen. A mazsorettel meg úgy voltam, hogy én ezt láttam, nem ismertem a műfajt magát. Láttam itt egy szeptember 1-én a Nyíregyházi Együttest, és ez már nálam szállóigévé válik, hogy akkori osztályvezető, elvtárs Környei odajött hozzám, hogy Marika maga tudna egy ilyet csinálni, és én olyan nagyképű ilyet különben tudok csinálni. És akkor végig futott rajtam, hogy hogy kellene kinézni, mert tényleg az volt, hogy aranyosak voltak, de olyan elnézést, olyan tirpákok voltak azok a lányok, tehát olyan loboncos hajjal, meg a csákóval, meg nagy trampli lábakkal, és én erre fel mondtam, hogy nem ilyet, én különbet, mert rögtön bejött, hogy Miskolca hány szép, középiskolás lány van, stb. Stb. És így szerveződött tulajdonképpen a mazsorett együttes, hogy Robika, ugye az én férjem, testnevelő tanárként, ő azt tudta az arányokat, hogy mi az igazi nő, hogy ülőmagasság, combi, combúgy, stb. Stb. És akkor meghirdettük a felvételt. Na ezt hadd mondjam el, mert ez bűbájos volt, időre, ezért, stb. Nem jönnek ifjúsági házba, nem jönnek ezek a lányok, nem jönnek. És akkor én valahogy úgy átmentem a másik épületbe, tele lányjal az előcsarnoka. Hát mondom a fiúknak, a technikai munkatársaknak, hogy hát nem szóltatok, hogy oda át van a mi... Marika, mi már lemértük ezeket a lányokat, fiúk. Fiú csapatunk volt oda, és akkor ők lemérték a lányokat, mondták, hogy össze akartuk gyűjteni, és majd átvonulni velük, hogy tökéletesen megfelelnek. Hát ezek a lányok tényleg tökéletesen megfeleltek. Csodálatosan szép társaság volt az első olyan ilyen madzaggal húzott kislányok voltak. És hát aztán ezt is 15 évig sikerült azért csinálni, ezt Robikával ügyködtük össze. Ebben a csodálatos az volt, hogy összejártuk Európát, volt olyan nyár, amikor háromszor is utaztunk Franciaországba. Tehát
De akkor volt egy nagyon kedves főnök asszonyom, Ibolya, aki engedélyezte azt, hogy menjetek, persze, lássatok világot, és menjetek, menjetek. És tulajdonképpen ennek azért lett vége, mert Robi meghalt, és én ezt úgy éreztem, hogy nélküle nem lesz olyan az együttes, és akkor én ezt a miskolci mazsorettet átadtam egy volt tanítványomnak, azóta egy másik volt tanítványom vezeti, de ügyesek a lányok. És ott is azt mondom, hogy nagyon sokat változott ez a műfaj is. Tehát nem csak a formáció, hanem a mazsorett műfaj is nagyon-nagyon sokat. De még ha elmegyek egy országos mazsorett versenyre, még mindig a kolléganők olyan nagy ovációval fogadnak, és még mindig emlegetik, hogy a miskolci mazsorett. Tehát azért még a szakmában ott van a nyoma. És ez így is lesz, Mari, mert most már táncoltál, voltál népművelő, alapítottál művészeti csoportokat, teremtettél új műfajt Miskolcon, stb. Voltak nagy rendezvényeid, és akkor itt a finishben most a tanítványokról, tehát hogy, és mit adsz át? Tanítasz. Igen. Igen. De bocs, a tanítás az nem a te pályádnak a finise, mert bocsi, mi kétszer is voltunk kollégák, voltunk az ifjúsági házban, és voltunk a fazekasban. De a fazekasban te azt mondtad nekem mindig, hogy te már akkor is tanítottál a fazekasban, amikor, na szóval ott kezdődött a pedagógus pályafutásod. Igen. Tehát én a fazekas ősében kezdtem, ugye a Szűcs Lóci bácsinál, hogyha valaki emlékszik. Igen, Ágika éppen akkor tanítvány volt. Tehát, első, igen, egész véletlenül kerültem én oda, leérettségiztem, és ugye, mint az előbb említettem, hogy apuka mondta, hogy kijárni minden ilyen jellegű iskolát, és akkor ugye a Kodály módszerrel együtt jött az, hogy a gyerekeknek mozgásos dolgot is tanítsunk a énekzene mellett, mert úgy könnyebben fogja elsajátítani ezt a műfajt, és direkt beindítottak egy gyermektánc képzőt a Népművelési Intézetben, és hát arra én ugye részese voltam, és sétáltunk az utcán, mert ugye akkor még a Széchenyi utcán lehetett este családoknak sétálni minden baj nélkül, és akkor találkoztak ugye édesapa is munkaidő után, 8 óra után séta, és akkor ezzel, azzal a tanárúrral itt-ott, és így találkoztunk a Szűcs Lóci bácsiékkal is, mert ők is sétáltak, és akkor édesapa úgy elkezdte mondani neki, hogy az én lányom egy ilyen szakmát fog végezni. Lóci bácsi, ez nekem most nagyon jól jön, mert én meg most akarom ezt bevezetni az iskolámba. És én így kerültem be 19 évesen, ami annyira tetszett nekem, hogy 19 évesen a kis gyermek Marika néni voltam, ugye? És aztán így kerültem, egész 64-ig tanítottam a zenei általánosban, aztán onnan a Városháztérről menet közben átmentünk a fazekasba, ott egy kicsit azért tört meg a lendületem, mert Lóci bácsi elment nyugdíjba, tehát ő rettentően tudta értékelni a munkásságot, és akkor az új igazgató viszont csak a matematikát meg az orosz nyelvet értékelte, és akkor így azt mondtam, hogy ilyen helyen nem jó azért ennyire lelkesedni, és így kerültem aztán népművelőnek. Tehát tulajdonképpen tanítottam először,
és gondolom, hogy tanítok utoljára is, mert hogy ne húzzuk a szót, ma is tanítok a Pattantyús Művészeti Iskolában, és hogy milyen érdekes a világ. Sok helyen tanítottam most az elmúlt időszakban, mert a Bencéseknél tanítottam 3 évet, előtte egy másik maszek iskolába. Szörnyű most a világ ilyen szempontból, de aminek örülni kell, hogy még tudok egy kicsit táncolni, még tudok egy kicsit, nem biztos a mai gyerekkel bánni, mert higgyétek el, hogy ez a legnagyobb fájdalmam ma, hogy ha még bírnék is tanítani, meg szeretem, amit csinálok, de a gyerekek borzalmasak. Borzalmasak. Úgyhogy ezért mondom, hogy még ma tanítok, de lehet, hogy holnap már nem. És nem azért, mert én mindig azt mondtam, hogy még a tolókocsival nem visznek, addig tanítok, hogy nem bírnám, csak a gyereksereg. Úgyhogy... Ez nem jó végszó, nem jó. Úgyhogy itt nem fogjuk így abba hagyni, folytatjuk. Tehát, hogy ez a tanítás, persze problémák vannak, a gyerekek nem úgy állnak hozzá a dolgokhoz, ahogy kellene, de azért arra gondolj, tehát azt a részét, mert domborítsuk ki a tanításnak, igaz? Hogy mert azért évek óta te azt mondod magadról, hogy te nyugdíjas vagy, és hogy pihensz, és hát nem kell neked feltétlenül táncot tanítani itt-ottam-ott. És még a tánciskolákról sem beszéltünk, meg a vidéki pályafutásodról, meg Harsányról, meg Zsolcáról, meg ezekről. Tehát, hogy nem, és akkor, amikor úgy végleg eldöntöd, hogy kész, most már itt az augusztus, és nem is hívtak sehova tanítani, és hogy akkor, na most eljöttek a te nyugdíjas éveid, és akkor azért egy-két héten belül mindig történik valami, és elhívnak valahova tanítani. Én meg ezt a részét szeretném kidomborítani a dolognak, hogy ez meg nagy dolog. Igen. És... én jártam hozzá tánciskolába, tehát én tudom, hogy jól csinálod ezeket a dolgokat, és ez fontos. És az a jó, ameddig hívnak. És azt szeretném, hogy tehát nem a tanítás, hanem úgy az egész táncos pályát során. Nekem van egy gondolatom, hogy neked mi a legfontosabb ebbe az egész pályába, vagy mi az, amit te kiszoktál emelni, hogy miért szép, vagy miért jó, vagy miért fontos neked ez az egész? Csak lehet, hogy most nem... Hát az egyik, amire büszke vagyok, hogy olyan tanítványaim vannak, akik ezt a pályát tovább viszik, és helytállóak. Tehát ez a másik, hogy nem törik bele a bicskája, hanem csak azért is megmutatom. Tulajdonképpen az, hogy a Ködmön Együttes ma itt van, az a saját tanítványomnak köszönhető, ugye a Simon Csabának, akit én 14 éves korától tanítottam, 22 éves koráig. Bocs, hogy közbevágok, ott a próbán az a halványzöld pólós fiú volt. Igen, Csaba, igen. Az első. Vagy a mazsoret, hogy még ma is van, ugye menet közben a Henikének, most az Orsikának, a Grán Orsinak köszönhető, hogy kitartanak és akarják, és valahol. A másik dolog pedig, ami rettentően tetszik, hogy ezek a tanítványok valahol mindig adnak arra, hogy na ez most Marika nénnek tetszik, nem tetszik, hogy van ez? Tehát mindig jönnek és kérdezik a saját munkásságuk után, és nagyon sok tanítványom van, mert a Szabó Emőke, a Lazurnak, akkor a Sólyom Attila, a nem tudom mi, a D-tánc, a T-tánc, a mit tudom én milyen tánc együtteseknek a vezetői, a Veres Anita, tehát nagyon-nagyon sok tanítvány, és ilyenkor, jaj igen, Somogyi Évikéről el ne feledkezzünk, igen.
Tehát ezekre én magam is büszke vagyok, és ugyanakkor a másik énjük pedig az, hogy tulajdonképpen úgy kerülök én is most így kézről kézre, ha nincs állásom, akkor rögtön van, mert rögtön szól a gyerek, tehát tanítvány. Tehát olyan aranyos volt például a bencésekhez egy szemerés, szemeréről se volt szó, pedig Kati itt van előttem. Tehát szemerés tanítvány, és akkor azt mondja nekem, hogy tessék már oda jönni hozzánk, mert én akkor leszek biztos a dolgomba, hogyha Marika néni fog vezetni. Tehát aranyosak ezek a gyerekek, tehát ezek a gyerekek. Tehát a tanítványok, igen. Igen. És hogy az igen. Fontos. Igen. És az együttesek ez... is meg a tanítványok, meg így ez az egész kerek egész, Mari. Igen. És folytass tovább. Igen, olyan... kezdjek el egy 15 esztendő megint. Olyan... Igen. Akár ki is találhatsz valamit, majd kitalálunk hozzá. Ja. Hát jó? Jó, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, hogy beszélgettünk, és köszönjük, hogy eljöttetek, és remélem nem unatkoztatok itt. Igen, én is külön köszönöm, hogy végighallgattátok. Köszönöm szépen! Köszönöm! 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 Nagyon szépen! Jaj!